Hálát adni, Uram, a mi életünkben. Köszönöm, Uram, hogy Te jössz a Te drága jóságoddal, Te drága igeiddel, és szeretnéd bennünket intésre, a figyelmeztetésre, hogy hogyan éljük meg a hívő életünket, mert hamar el fogsz jönni, és de azt szeretnéd mondani a mi életünkben, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy kísértésben ne essünk, Uram, hanem mindenkor, ami szemünket felemeljük, te rád nézzünk, Uram, és keressük a Te való kapcsolatod minden időnkben, mert Uram, Te elfogadol bennünket így, ahogy vagyunk, és nem nézed mi bűneinket, nem nézed mi nyomorúságainkat, hanem a tiszta, töredelmes szívű embert elfogadod, és meghallgatod minden könyörgésében. Köszönöm, hogy én is ezért tapasztalhattam, és lehet az én életemben is, Uram, ez a hálaadás, hogy Te ima meghallgató Isten vagy, és vele vagy ebben a családdal, ebben a néppel, ebben a közösséggel, Uram, és Te formáld a mi életünket, mert szeretünk Téged a mi szívünkben, és ragaszkodunk hozzád, és nem akarjuk, Uram, hogy a sátán elvegy a mi hit elé életünket, a mi erőnket, hanem szeretnénk mindenkoron, Uram, a Te közelségedben, a Te dicsőítésed, a Te magasztalásodra, a Te örömödre, Uram, éljen ezen a világon, hogy kedves lehessünk előtted, mert akkor tudunk kedves lenni, ha tiszta a mi szívünk, meg vagyunk váltva, és van élő reménységünk, hogy a mi nevünk fel van írva az életkönyvében is, van olyan nevünk, amely minden név fölött való, hogy királyi emberek lehetünk, királyi papság lehetünk ebben a világban, ebben a sötét világban, hogy hirdessük a csodálatos evangéliumot, aki kihozott bennünket, Uram. Te vagy az egyedüli dicsőség méltó erre. Köszönjük, Uram, a testvérünket, akit elhoztál ide körénk. Te áld meg, Uram, mennyi erővel, hogy úgy tudja hangoztatni, Uram, az élet adó égéddel, Uram, hogy meghallgatván, és meg tudjuk, úgy tudjunk élni a jelen való világban, hogy fel tudja ébreszteni bennünket is. Tudjunk épülni, Uram, a nagy neve dicsőségére, most és mindörökké. Amen. Amen.